Elnézést, nem mutatkoztam be. Az én nevem Nikolaj. Én tanítom az iskolában a társadalom ismeretet és a pszichológiát. Ez az emberi viselkedés és psziché tudományos vizsgálata. Jó dolog figyelni a fiatalokat. Tényleg úgy kiskorúktól, úgy egészen a felnőttkori személyiségük kibontakozásáig. Ekközben többnyire jól is érzik ám magukat. Szerelmesek lesznek, egy is mondjuk ki. Ennyire többet piálnak be. Emlékszem, hogy nekem is erről szólt az életem. Ezt így filozófiai értelemben kevesen foglalták ám össze olyan pontosan, mint Kierkegaard. Mi az ifjúság? Egy álom. Mi a szerelem? Az álom tartalma. Három gyerekünk van. Ez így nagyjából be is tölti az életünket. Meg az ágyunkat is. Hát konkrétan oda járnak pisilni. Na mi van még? Hát ennyi. Kérdés, hogy mennyi ideig lehet elviselni azt az életet, ami annyira távol áll mindattól, mint amit elképzeltünk. A másik kérdés, hogy mi négyen jó barátok és kollégák, hát hogy jutottunk el idáig. Főleg már. De ő volt a hősünk. Mártin? Te tanítod a végzősöknek a történelmet, ugye? Ne? Üzzetek a levelező rendszerben. Nézd meg a bejövőidet, tanítás után beszélni akarnak vele. Jó, persze. Nem tudod, hogy mit akarnak? Nem tudom. Talán aggódnak ők is, meg a szülők is a vizsgák miatt, de főleg a történelem miatt. Rengeteg időnk van még addig, miért aggódnak? Nem tudom. Talán attól félek, hogy nem lesz elég pontjuk a továbbtanuláshoz. Talán inkább oda kéne figyelni, és nem a mobilt nyomkodni folyton. Én azt hiszem, hogy itt nem a mobilra van a gond, Márti, hanem inkább veled. Ó, hoppá, ez kedves. De nem a saját véleményemet mondom, csak amit hallottam. És azt mondják, hogy téged már nem érdekel a tanítás. Aha, jó, akkor majd elgondolkodom, ki kell találnom valamit, igaz? Mondjuk, hogy a másik tanárt akarnak... Délután nálam találkozunk. Ne? Születésnapom, tudod? 40. Anika, szia kicsim, figyelj! Csak azért telefonálok, valószínűleg ma este otthon leszek. Nem hiszem, hogy elmegyek Nikolaj születésnapjára. Jó? Ja? Ma lett 40, nem is mondtam. Várjál már, de egész éjszaka? De nem az, hogy te jövő héten vagy éjszakás? Jó, bocsánat, sajnálom. Oké, sajnálom, mondom, elfelejtettem, ne haragudj. Értem, igazad van, mondom, elfelejtettem, bocs, jó, akkor add légy szíves a fiúkat, hogy minek, meg akarom kérdezni, hogy van, jaj, nem, oké. Okay. Akkor csak kérdezd már meg őket, hogy kérnek-e pizzát vacsorán, hogy nem lesznek ott. Jó, hát akkor csak mondd meg nekik, hogy puszilom őket, és ne jöjjenek későn haza, Anika, várjál már. Unalmas vagyok. Megváltoztam. Unalmas lettem. Biztos? Nem baj, persze. Hogy lenne baj, csak... Jó, csak... Szia.